Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, számtalanszor mondtuk már, és ezt tartom én magam is, Székesfehérvár nem csak a királyok városa, nem csak ősi koronázó város, hanem bizony nem csak a bajnokok városa, hanem a zenevárosa is. És igenis minden tiszteletet megérdemelnek azok az emberek, akik azzátették. Így a zene világnapjának környékén, azt hiszem október 1-én ugye Yehudi Menuhin hirdette meg, és az UNESCO zenei tanácsa tette lehetővé, hogy 1975 óta ünnepeljük a zene világnapját. Nagyon fontos számunkra, hogy köztünk élnek azok, akik, ahogy az imént is mondtam, a zene városává tették Székesfehérvárt. Vendégem pedig Horányi Otilia, tanárnőt, csókolom a kezét, karnagyként és pedagógusként is nagyon sokat tett azért, hogy az imént az előbb felvázoltak megvalósulhassanak. Nos, hát azért jöttünk, hogy először is szeretettel és tisztelettel gratulálok minden egykori tanítvány és minden jó szándékú székesfehérvári zenekedvelő nevében a diplomájának fél évszázada, azaz aranydiplomát vehet át ez évben. Köszönjük szépen, hogy hogy még mindig itt van velünk. No, Otti néni kedves, kezdjük az elején. Egy ifjú kislány, azt nagyon is jól tudjuk, a kislányok mindig, a cserfesek, nem cserfesek énekelnek. Aki énekel, viszont nem biztos, hogy szépen énekel, de ez se baj, ugyanakkor az meg a legkevésbé sem biztos, hogy énektanár lesz, pedagógus lesz. Hogy kezdődött önnél? Hát én megvallom őszintén, én nem akartam énektanár és pedagógus lenni. Én hát ugye szolfés szakra jártam a középiskolába, aztán a Zeneakadémián pedig középiskola énektanár és karvezető szakra. Hát a kórussal még ügyel is voltam, de én inkább zongoráztam és kísértem. Tehát nem zongora művész akartam lenni, hanem kísérő. Meg a színházhoz kötöttem, és sok mindent csináltam. Énekesekkel korepetáltam, és negyedik, ötödik évben már bent kísértem a Zeneakadémián. Énekeseket, klarinétusokat, ahol éppen nem volt zongora kísérő, és akkor azt mondták, hogy én ne is keressek állást, mert nekem ott meg lesz a helyen. Aztán ötödik év végén kiderült, hogy még sincs meg az a hely, szóval ez nem úgy van. Hát akkor nézzünk valahol állást. Hát nagyon rossz volt a felhozatal, ráadásul tanári állást Pesten nem lehetett kapni, mert oda Pesten maradási engedély kellett. Ahhoz meg egy pesti lakás kellett volna. Én meg bejáró voltam Vecsésről, úgyhogy ez szóba sem jöhetett. És akkor hát még mindig úgy gondoltam, hogy valami mást fogok csinálni, és elindultam Siófokra körbenézni, hogy ott mi lehet bajom. De valaki mondta, hogy szálljak le Székesfehérváron, mert a Vasváriba keresnek énektanár, legalább nézzem meg. Ott van az állomás, egy következő vonattal, ha akarok, tovább is mehetek. Hát az iskolát már ismertük, mert ötödében Szőnyi tanárnő lehozta az egész csoportot, és megnéztük, hogy hogy néz ki egy énekzenei általános iskola, meg akkor már harmadikos gimnazisták is voltak, és hát nagyon szimpatikus iskola volt. De valaki már nekik is szólt, hogy én most jövök, de már szeptember 6-a volt, szóval nem éppen éveleje, és úgy fogadott a Mihályné, hogy jaj, hát most de jó, hogy jöttél, pont egy olyan osztályban megyünk, ami a tied lesz. Hoppá, mondom, ez érdekes, jó, hát elmegyek, megnézem az osztályt. Erre bemegy és azt mondja, hát akkor itt is hagylak. Hát ez ugye, mint a hideg zuhany, úgy ért engem akkor hirtelen, mert hát azért egy kezdő tanár, még ha készül is arra, hogy tanítani fog, akkor is fel kell készülni egy órára, hogy ott vagyok a gyerekek között, és fogalmam sincs, hogy miük van, mit tudnak. Hát jó, ezt elbeszélgettük az órát, fölmértem, hogy miük van. Már úgy értem, hogy miből tanulnak, igen. Mert hát tankönyv az ugye ilyen fajta iskolának nem volt, szerintem még most sincsen.
milyen köteteik vannak, mit csinálnak, úgyhogy el voltunk. Aztán beküldött egy másik osztályba, ott is ott hagyott, és akkor így valahogy ott ragadtam. Tehát nem lehetett ezt innének nemet mondani. Hát nem. Akkor én már ott voltam, és hát az első évben elég nehezen is jöttek ki az óráim, mert hát két osztály, az mondjuk heti 8 óra, akkor a karének, aztán szakkör, néptánchoz zongoráztam, meg sok, hát mindenféle volt. Otti néni, tetszett azt tudni, hogy hogy szeretne tanítani, és mit szeretne tanítani, hogy honnét, meddig szeretne eljutni a gyerekekkel? Hát első évben ez elég nehéz volt, mert jó, hát bele kellett rázódni valahogy. De hát mondtam, ha már ezt kell csinálni, akkor csináljuk jól, és hát egyfolytában azon voltam, hogy minél jobban meg tudjam csinálni, aztán meg is szerettem. Az igazság az, hogy a Vasváriba kerestek tanárt, de nem volt státusz a Vasváriba. Ugye az énekzenei ugyanabban, az általános iskola ugyanabban épületben volt, és ott volt státusz. Hát mondta a Pádár Béla igazgató, hogy nem kell megijedni, hát itt a múzeumból is volt már valaki státuszba, és azért én a Vasváriba fogok tanítani. Hát az első évben ez így is volt. Aztán a következő évben hozzám vágtak két alsó tagozatos osztályt. Na hát az megint egy egészen más világ. Azt újra szokni kellett, hát az igazság az, hogy egy második és egy harmadik osztályt. Én a harmadik osztálytól annyira megijedtem, mert előző évben beteg volt egész évben a tanítónéniük. Beteg volt az énektanáruk. Minden héten más ment helyettesíteni, minden énekórán más ment behelyettesíteni. Hát egy zsákból hát könnyebb volt összeszedni, mint azokat a gyerekeket. Én hát teljesen el voltam keseredve, hogy mire fogok ezekkel jutni. És kiderült, hogy egy nagyon tehetséges, egy nagyon muzikális és csodálatos gyerekek voltak, és mikor egy állandó tanítónőt kaptak, aki rendbe szedte őket, hát csodákat lehetett velük művelni. Szép lassan megtanult tanítani, igen. Nyilvánvaló. A gyerekek, igen, is megtanulták azt a módszert, amelyet ő követett. Igen, egymáshoz szoktunk, és nagyon jó. Úgyhogy ötödikben már én kértem, hogy hadd legyek az osztályfőnökük, és hát 14-en végeztek nyolcadikba, de szinte mindegyik zseniális. Ez egy legendás időszak volt mindenképpen, igen, hiszen akkor kezdték el még pici felnövekvő gyerekekkel az énekzene tanítást szakmódszerekkel tanítani. Igen. Ugye, hogy ez nagyon különleges volt. Milyen tanár volt? Én, van szerencsém Otti nénit 40 esztendeje ismerni, igaz, hogy engem nem tanított, de milyen tanár volt? Szigorú vagy megengedő? Hogy kell egyáltalán éneket tanítani? Hát, amit követeltem, azt megköveteltem tőlük, de nem veszekedtünk, nem voltam annyira szigorú, szóval pontos egy énekórán, hogy jó kedvük legyen, és szeressék csinálni. Hiszen énekelni azért mindenki szeret. Hát persze. Hát Otti néni arról is ismerszik meg, hogy a tehetség gondozásban mindig élen járt. Az igaz. Hogy lehet felfedezni egy tehetséget, megőrizni és segíteni, hogy kibontakozhassék? Hát az azért észrevehető már az órán is, hogy meg ha kedve van hozzá, hogy tehetsége van hozzá, meg mondja is, hogy szeretne ezen tovább tanulni, és nagyon sok gyerek volt, akit tényleg, hát ez a gimnázium, a zenei gimnázium nem azt a célt szolgálja, hogy zeneakadémiára menjenek a gyerekek, mert ez csak az a szakközépiskola feladata. De akkor aki szeretett volna tovább tanulni, azoknak a szakkört csináltunk, összhangzattan tanultak, ami nem anyag, nem kell egyébként nekik. Sőt, hát egy rendes énektanári szakra sem kell a felvételire. Mondjuk, ha valaki magyar énekszakra megy, arra föl tudom készíteni, bilányos, a gimnáziumi órán is. De
Nagyon sokan mentek zeneakadémiára. Mennyit változott az énektanítás így esztendők alatt, hiszen fél évszázad tükrében ez megállapítható. Én azt veszem észre, hogy aki komolyan veszi, ott továbbra is nagyon komoly dolog. Ez így van. Egyébként pedig szépen akár az ének elhalkul. Sajnos. Sajnos, és ha elmegyünk egy éneklő ifjúságra, kórus hangversenyre, nagyon sok iskolának nincs énekkara, valamikor minden iskolában volt énekkar. Igen, hát az ünnepeinken az énekkarosok énekeltek, igen, a lányok szépen felvették a legszebb ruhájukat, és a fiúk, én is voltam éneskaros, egyáltalán nem volt ciki, ha úgy mondjam. Mert hogy azért az jól jött, aki szépen énekel, az szépen beszél, ezt mondják legalábbis. Nagyon sok siker volt. Hogyan sikerült úgy felkészíteni a gyerekeket, hiszen mindig újat és újat kellett tanulniak, hogy tényleg eredményes legyen. Otti nénről tudjuk, hogy jószerivel sikeres volt valamennyi iskolás énekkarával is. Hát a kórusok, igen, hát énekzeneisek voltak, bár volt olyan év a Vasváriban, hogy a sima gimnazisták, akik nem tagozatosok voltak, közölték, hogy ők is szeretnének énekelni, és egy külön kórus csináljuk. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt. Hát sok siker volt, mert az énekzenei nagykórussal is, a Vasváris lánykórus, hát az egy nagyon jó kórus volt évtizedekig. Egy gyönyörű szép időszak nyilván. Igen, és hát ugye óvónők is voltak a Vasváriban, azokból is volt, sőt, hát mikor dupla osztály volt, tehát 4 osztálynyi óvónőből 3 kórus csináltunk. Hát mivel én vezettem a Vasvári nagy lánykart, hát én hagytam, hogy kiválogassák a kolléganők a jobb énekeseket, és aki maradt a óvónőkből, az volt az enyém. Semmiből egy új várat épített? Hát nagy várat nem építettünk, de nagyon. Szóval amit ők meg tudtak oldani és csinálni, és ezt nagyon szívesen csinálták, mert nem a jók, hogy is mondjam, árnyékában énekeltek, hanem amit ők tudtak. Beszéljünk a profikról. Nagyon. Itt van nekünk a Primavera, hála Istennek. Fehérváron nagyon sok kórus van, ugye ezt nagyon is jól tudjuk. A Primavera az egyik, amelyek mindig ugyanazt a magas színvonalot képviseli, és köszönhetően annak, hogy ott áll az élén. Amikor a Primavera-t átvette, amikor megalakult a Primavera, amikor elkezdte csinálni, hogy lehet elkezdeni, hogy igaz, hogy a szó nem, abban az értelemben nem profi ez az énekkar, ez a kórus, de azért igenis profi a karnagy, profik az énekesek, tehát minden szabadidejükben, és azt hiszem, hogy ez nagy méltóságot ad. Hát hogy épül fel egy énekkar? Hát ez elég nehezen indult. Ez úgy kezdődött 72-ben, hogy 3 érettségizett kislány nem tanult tovább, és azt mondták, hogy tovább akarnak énekelni a kórusba. Hát mondom, ez nem nagyon lehetséges, mert ugye fölálltak éneklő ifjúságnál, akkor valaki kiszúrta, hogy azok a lányok már érettségiztek. És nem értették meg, hogy nem nekem van szükségem arra a 3 kislányra, egy 80 tagú lánykórusba, hanem nekik van szükségük arra, hogy énekeljenek. Na jó, akkor legyünk felnőtt kórus. Akkor elmentünk először, a Megyei Művelődési Központ nagy szeretettel fogadott minket, hogy akkor legyünk az a 3 kislány föláll, akkor ugye az már felnőtt kórusnak számít. Na, első minősítésünkre mentünk, rohantak a zsűrihez, hogy nem szabad ezeket minősíteni, ezek gyerekek. Akkor egyből mindenki gyerek lett, de hát aztán a Nagy Olivér tanár úr volt a zsűri elnök, mondta, hát gyerekek, örülünk, hogy itt vannak a mozgalomban. És ebből el volt intézve a dolog, és mindjárt kaptunk egy nagyon szép minősítést. És hát 2 év múlva, hát a Gáspár Ottokár volt ennek az egésznek a ötletelője, hogy megjött az egyetemről, és mondta, hogy ő is akar énekelni, és igenis csináljunk vegyes kart.
Hát jó, csináljunk vegyeskart. Hát nem mondom, szedjetek fiúkat. Hát összeszedték a volt vasváris fiúkat, meg az akkori vasváris fiúkat, és lett egy vegyeskar. Csak dolgozgattunk, hát nagyon jó, jól ment, és fiatal, csupa volt zene is gyerek, azért nagyon jók voltak. Tudom, egyszer Bárdos tanár úr volt itt előadást tartani, és akkor mi voltunk az alany, akik énekeltünk, és mindent megcsináltak, amit kért, és hát csak mondja, jó ez a kórus, megveszem. És kivett egy 500-ast, hogy kifizeti a kórust. Mondtam, hogy nem eladó tanár az a kórus. Hogy lehet mindig évről évre megújulni? Hiszen bár ez a kórus olyan, hogy azért vannak idősödők is, de mindig csatlakozók is. Hogy lehet, hogy ugyanolyan szinten megtartani ezt a csapatot? Ehhez kell nyilván egy meglehetősen szigorú karnagy. Hát igen, igen, mondtam, mindig mondom nekik, hogy az éneklésben nincsen demokrácia, itt diktatúra van, és én vagyok a diktátor, és csak az történhet, amit én akarok. De hát ez persze csak az éneklésre vonatkozik, mert egyébként hát nagyon jó pofa társaság. Hát az idősebbek azok, hát például a Gáspár Ottokár, aki igen, azóta ott van, és ott van, és mindenki tiszteli, és tényleg nagyon jó. És vannak még ilyenek, akik ezer éve ott énekelnek, és vannak. És tulajdonképpen most már elég nehéz embert is találni, a fiatalok úgy el vannak a munkával. Hát elszippantja őket az élet valamelyest. És nagyon kevesen jönnek fiatalok, főleg férfiak. Hogy lehet a repertoárt megújítani? Hiszen az, hogy valaki szépen énekel egy dolog, de azért vannak divatjai, bár én nem értek vele egyet, hogy a divattal változnia kell a kórusnak is, de tény, hogy azért vannak különböző korszakok, amikor előtérbe kerül egy zeneszerző. Hogy tud megújulni egy kórus? Hát az az igazság, hogy régi műveket is veszünk, meg hát az, amin itt már 44 év alatt elhangzott, azokból is előkeresünk. Keresek mindig új műveket is, vagy ha van egy elképzelésem egy koncertről, akkor ahhoz keresek műveket. És hát azért haladni kell, hogy a 20. század meg a kortárs szerzőket is énekel. Igen, mert most ugye az Ave Maria koncertjük volt a Szent Kristóf templomban, ugye ott jártunk mi is, és azt néztem, hogy a romantikától elindultunk, és a kortárs zenéhez érkeztünk meg. Vevők erre egyébként a kórustagok? Igen, igen. Van, amikor hát nehezen állnak neki. Én tudom, mikor végül is visszavettem a kórust, akkor mondtam a Bélának, hogy nekem régi vágyam, hogy a Honegger karácsonyi kantátát énekeljük el karácsonykor. Hát mindenki engem szidott, de annyira, hogy ki volt az, aki ezt kitalálta, hát nehéz a műszóval, és egész furcsa modern hangzás van itt-ott, ráadásul francia nyelven, de mire megérett, mire megtanulták, hát egyszerűen beleszerettek, és már következő évben is csak azt akarták énekelni, úgyhogy végül is meg lehet. Hát egy jó kórustag rátarti a minőségre, az biztos. Igen. Hol tart most a zeneoktatásod? Én ezt kénytelen vagyok megkérdezni, mert ellentétes véleményeket hallok napról napra. Hát én megmondom őszintén, nem tudom. Én most már nyugdíjas vagyok, 8 éve. És előtte átmentem a Hermannba, a szakközépiskolába, és hát ott nyilván valami egészen másféle munka folyik, mert ott mindenki, elvileg mindenki zenei pályára készül, és ott nagyon kell dolgozni. De hogy az általános iskolákban, meg a gimnáziumokban, ahol hát az biztos, hogy magas szintű a Teleki Blanka gimnáziumban, vagy némelyik általános iskolában is, ahol jó kórusok vannak, hogy gyerekek szeretik, csinálják,
boldogan énekelnek, de én attól félek, hogy nagyon sok helyen sehol se tart. Igen, hát az ünnepen azt nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan kórus lép fel az Alba-Régia sportcsarnokban évről évre. Az egy gyönyörűséges de mindig 6-7, ugyanazok. És mindig ugyanazokat mindig látom, ugyanazok. Ezt szerettem volna mondani, és azt szeretnénk látni, hogy azért mindig jöjjenek fel, ahogy a néptáncban is a töpörtyükből lesznek az igazi nagytáncosok. Gondolom, igen, hogy a kórusban is így van. A kórusban is így van. No, de egyébként, tehát Székesfehérvár most jól áll. Otti néni, én elfogult vagyok, meg kell, hogy valljam, mert hogy kedveljük, szeretjük Önt. Mit kívánjak én itt most az 50. évfordulóra? Hát, még egy 10 évet munkában, mert... Én ennél sokkal többet szeretnék, én azt szeretném, ha örökre maradjon velünk, hiszen a munkája mindig is velünk marad. Hát, az lehet, de én nem, mert én sajnos én véges vagyok. A zene végtelen, a munka végtelen, de én sajnos véges vagyok. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, Horányi Otiliával beszélgettünk, a tanárnő az idei esztendőben 50 esztendeje, hogy először katedrára lépett, aranydiploma, csodálatos. Jó egészséget kívánunk neki mindnyájuk nevében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!